Az elmúlt esztendőtől hazánk szellemi kulturális örökségének része a tikverőzés mohán. Országosan is egyedülálló szokásként egyes mozzanataiban a lakodalmi tyúkverőhöz kapcsolódóan él napjainkban farsangfarkán a húshagyó keddi tíkverőzés. Az egész település dolgozott azon, és néhányan kivételesen nagyon sokat, hogy ez a mohai tikverőzés felkerülhetett a szellemi kulturális örökség jegyzékére. Nagyon nagy öröm számunkra, és nagyon büszkék vagyunk erre, hiszen ez még nagyobb felelősséget jelent számunkra, hogy ez a hagyomány megőrződjön az elkövetkezendő években is. A szokás szereplői 14-20 éves legények titokban öltöznek be, legtöbben szalagos rossz ruhába, bohócnak. Arcukra állac kerül, kezükbe bot, úgy járják végig a falut, és kormozzák be termékenységvarázsló célzattal a lányokat. Ezt évről évre ápolni kell, sajnos most már egyre inkább megyünk ki a korból, úgymond volt egy korosztály, amikor egyszerre talán 10 is ide jutottunk, hogy beöltözhetünk. Most már sajnos öregedünk ki belőle, de próbáljuk ápolni, ameddig tudjuk, visszajárunk, hazajárunk. Most már messze tanulok én Győrben, a kedvesem is Győrből érkezett odavaló, és ezért is nem ismerte annyira a hagyományt. Én próbáltam vele ismertetni egy előjáróban, hogy működnek itt a dolgok mohán, hogy működik a hagyomány. A kormozással mindannyian a varázslat és ezzel a gonosz elűzésének részeseivé leszünk. 1971-ben Pesovár Ferenc néprajzkutató élesztette újjá hagyományt.